Már évek óta hagyománynak számít az az összefogás, amely a kárpátaljai magyar családok megsegítésére szerveződött, mondta a budapesti sajtótájékoztatón Lehel László. Az Ökumenikus Segélyszervezet elnök igazgatója hangsúlyozta, idén októberben is országos adománygyűjtést indítanak. A 1353-as adományvonalon és a www.segélyszervezet.hu honlapon keresztül hívásonként 250 forinttal lehet támogatni a rászorulókat. A gyűjtésünknek a középpontjában a téli tüzelőellátás van, az élelmiszer segítségnyújtás, a gyermekfejlesztés, amelyik egy egész évi munkája a szervezetünknek, hiszen van képviseletünk Kárpátalján, Beregszászon, és nagyon aktív munkát végeznek, az idős és egyedülállóknak a segítése, és nem csak a téli hónapokban, hanem őket az egész évben támogatjuk sokféle különböző programmal, és végül a nagycsaládosokról beszélünk. A magyar kormány egészségügyi eszközökkel, 50 lélegeztetőgéppel támogatta a kárpátaljai magyarságot. Ezek szétosztását és beüzemelését koordinálják a segélyszervezet munkatársai. A Megyei Jogú Városok Szövetsége pedig ezúttal 30 millió forinttal segíti a rászorulókat Kárpátalján. A kárpátaljai emberek megsegítése az ukrajnai konfliktus idején kezdődött, amikor Kárpátalján nagyon sok ember nagyon nehéz helyzetbe került. Orbán Viktor miniszterelnök úr kérte abban az évben a magyar önkormányzatoknak a segítségét. Ha van testvérvárosuk vagy partnervárosuk, ha nincs, ha van testvértelepülésük, ha nincs, amennyiben erőkből telik, nyújtsanak segítséget az itt ott élő embereknek. Na, akkor mozdult meg a Megyei Jogú Városok Szövetsége. A szövetség által nyújtott támogatás és az adománygyűjtés összesen több mint 10 000 ember számára nyújt segítséget. A sajtótájékoztatón részt vettek Lévai Anikó és Kovács Kokó István jószolgálati nagykövetek, akik az elmúlt évtizedekben számtalan alkalommal kapcsolódtak be a segélyszervezet ukrajnai segélyprogramjaiba önkéntesként. Az olimpiai bajnok boxoló az elmúlt években arca és résztvevője is volt a beregszászi jótékonysági félmaratonnak. Érdemes oda ellátogatni, ha más nem, egy picit talán ráébredni, hogy van tőlünk nem is olyan messze olyan területe a Földnek, ahol lényegesen nehezebb az élet, és ott nem csak anyagiakban mérve nehezebb az élet, hanem programban és élményben. És a futás, a közös futás, a közös sport pedig egy óriási élmény mindenkinek. Kokó hozzátette, annak ellenére, hogy idén a járvány miatt a szokásos formában nem tudják megrendezni az évek során hagyománnyá vált közös beregszászi jótékonysági félmaratont, valamilyen formában mégis sor kerül majd rá. Magyarországon valószínűleg a Margit-szigeten lesz a futás jövő héten.